Indul a mandula Krisztinával Nagybányán. Eljöttünk ide a szomszédvárosba, Nagybányára, hogy megnézzük a várost. Én személy szerint nagyon régen voltam. Hú, lehet már 25 éve. Én is voltam, gondolkoztam és voltam én is az iskolával a planetáriumban. Van itt a planetárium. Meg még mi van a planetáriumban? Nem tudom, társadalmi voltam. Planetárium és valami még van, itt eszembe. Oda nem megyünk, hanem csak a központot stíröljük végig. Mert hát Nagybánya történelmileg egészen gazdag. De majd mesélek pár dolgot róla. Szerencsére itt megmaradt a központ, a régi Póváros, úgyhogy az elég szép, aztán a külterület pedig nem tudom. Oda nem megyünk, de kocsiból nézve nem éppen bizalomgerjesztő. Itt is van ilyen drága budoár, ez is lehetett, hogy 50 000 euró. Az utak minősége gidres-gödrös, néhol jó, néhol nem. Ezt még megnézzük, ez itt valami szoborcsoport, erről nem is tudtam. Apa potabile, van ivóvíz. Itt egy nagy park, parkon belül pedig nem tudom mi, de megnézzük. Sitifikálnak itt az emberek. Mikula András. Van valami kiállítás, ilyen festmény kiállítás. Román zászló. Romániában vagyunk. Ni, milyen szép, ezt nem is veszed észre, ni, milyen szép a virágok, ni. Atya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 t
Befogtam Krisztinát fotózni. A Márita van. Szépen csinált. Nagyon szépek ezek a virágok, jól rendben van itt tartva ez a rész. Aztán, hogy a többi rész, hogy fog kinézni, meglátjuk. Hú, ott van valami. Na hát, ez egy nagy park, ami Zilahon nincs. Mire emlékeztek? Mire? Hú, azt hiszem, Predjár. Predjár? Nem ott volt valami hasonló park. Nem, Színája. Ahol levetünk ennél is. Színája. Színája. Na hát ez, ahogy látom, második világháborús emlékmű. Vagy nem. Hú, ott van valami, ott is. Aha, hát az kell legyen. Ez a környék. Lehet enni fagylaltot. Hát, rendben van rakva. Meglepően. Hát itt, nem tudom, itt lehet most itt filmezni. Igen, első háborús emlékmű, nem a második. Meg a nevek. Na. Meg itt is, és a másik részén is van egy ilyen ágyú. Thank you.
Akkor ez is első világháborús emlékmű. Már meg van repedezve. Meg is van koszorúzva, ahogy látom. Jó nagy. Jaj, szép zöld ez a város. Nem tudom, ha látszik, ott a távolban egy fa templom. Jó nagy park, tehát... Szerzetes? Hát lehet apáca. Na nézd meg, visszajövünk a rába, meg a... Ja. Az öve, a fia. Nem tudom. Nincs kirakva a tábla, úgyhogy... Kicserélem mindjárt. Merül a kamera is, ki kell cserélni az akut. De jó, mindjárt jövök vissza. Bicikliznek az emberek. Hát, meleg van, jó az idő. Nézzük itt, hogy van valami szép épület. Mi lehet az? Egész végig bicikli út van, így kellene az Ilahon is. Ez a bicikli útminőség. Nem amit ott csináltak. Az a stadion, ha jól látom, igen. Stadionul Vio Real Matiano, nem nálátok odáig. Laksi vagyok. Na, ez kérem szépen múzeum, etnográfiai múzeum. Vagy restaurálták, vagy újonnan építették, ezt nem tudom. Talán új. Nem tudom. Itt is van ilyen sétáló kis járdácska. Hát szépen megcsináltak minden esetre. Ezt nevezhető parknak. Látható, nem tudom, ha látszik, milyen nagy. Itt sétálnak az emberek, ki lehet ülni padokkal, bicikliutakkal, fákkal. Gondolom, itt lehet tartani eseményeket. Stadion. Erdők körös körül. És jó levegő. Pedig egykoron nagybányában nagyon rossz volt a levegő, mikor bányáztak. Még. Mert sajnos már nem bányásznak itt semmit. Vagy ha igen, akkor kismértékben. Már érezhető, hogy az oxigént érzem. Nem érzed? Biztos a fák is besegítenek, de... Nagyon jó. Na, most már jobban látom. Vio Real Matiano stadion. Kicsit ilyen kommunista. Lefesteném zöldre. De hát most mit csinál, elég csúnyán néz ki. Hát nem járjuk be a parkot, de arra is van. Le akarunk ülni egy kicsit. Enni, inni valamit. Biztos arra is szép. Itt szerintem tó lehetett. Mert mesterséges tó. Vagy tudod mi? Jégkorcsolyapálya, nem? Lehet télen itt korcsolyáznak.
Na, menjünk akkor tovább az óváros fele. Nézzük meg a központot. Jaj, de szép itt. Szóval, aki Nagybányán jár, itt feltétlen sétáljon végig. Itt van ez a műemlék is. Mellette a nagy park. Nagyon-nagyon szép. Rendben van rakva. Plusz itt ezek a virágok, hát ezek csodálatosak. És arra kell menni a központ fele. Milyen szépek. Jaj. Itt van a fotósunk. Mennyiért jössz el egy esküvőre? Én megfizethetetlen vagyok. Nem. Ott a Mastercard. Nem reklámozunk videóban. Hát nem értem ezeket, ez csak két ilyen izé van itt a téve, meg ott is egy és annyi. Gondoltam egész végig tettek. De nem. Nem értem. Aha. Ivóvíz. Csaba Vilmos. Református templom. Az jó, hogy tettek ide. Lássuk, működik is. Vagy csak. Hát, nem működik. Ki van száradva meg. Hát igen. Tessék. Hát pusold, nézd meg, hogy nem működik. Na. Érkezünk a központhoz. Amíg a régi központ, az az óközpont. Nem olyan nagy, be lehet járni fél óra alatt szerintem. Talán még annyi se kell. De legalább van ilyen régi központja, mert megad egy nagyon különös hangulattal, nem tudok beszélni. Szóval más a hangulatja egy régi városrésznek, mint egy újnak. Vannak feltüntetve a látványosságok. Aha, etnográf múzeum, onnan megnéztük, csak sajnos be van zárva. Az ásványtani múzeum arra van, meg planetárium, meg a bastión is arra van. Ott van a bastión, ami magyarra van az első elnök a lejtső. Itt is vannak ilyesmik, úgyhogy azt hiszem... Szerintem helyiek, nem? Lehet. Lehet. Nagy Oszkár. Össze-vissza van szerintem a városban. Ott is látok egyet. Na. A Podul Villor az a Szőlő híd. Magyarul talán úgy van, lefordítva. A Szeszár folyó. Magyarul nem jött eszembe, úgyhogy de hát elég van egy pár mocsok benne. Punga. Ezt, ahogy látom, újonnan csinálták itt ezt a... megerősítették a hidat. És ez kérem szépen a Szőlőhíd.
és megérkeztünk Lisztonba. Régi házakkal, épületekkel, a híd kapuja. Itt van kicsit eldugva a története. Zazár folyó, tehát magyarul Zazár. Na. Pak, pak. Ezek itt mind magyar vonatkozású. Német László elméleti múzeum. Német László elméleti múzeum. Ide építenek, sajnos egy új épületet lebontottak valamit. És itt van a református templom. Hú, és ott is van valami. Ha menjünk, üljünk le előbb, nem? Nem akarsz? Hát igen, egyes épület nincs felújítva. Vista Bank, van még ilyen? Itt van a református templom. Na, itt van például ez el van hanyagolva, valami szekondos ruhás üzlet volt itt legutóbb, és itt van a református templom. Mondom, hogy sok a biciklista. 3:30 van, jó jár az óra. Travel point. 3:30 van, pisza. Hát aztán kaptál kávét? Ha? Nem, mint inkább tejet, kávéjó. Tejet, kávéjó? Biztos nem. Leültünk egy teraszra, eszünk. Központban. Nem olyan drága. Itt ne. Vannak szép épületek. Ezt majd bejárjuk. Előbb belakunk, aztán útra kérünk. Na ez az én kajám, 35 lej, és az meg hány lej? 30 és 9. Mi? Ez azt mondom, 35 lej. Na. Na, útnak indultunk felfedezni ezt a központi részt, amelyenek itt tettünk, ami volt, amit bemutattam a kaját, plusz egy alkoholmentes sör, víz, kóla, kávé, 108 lej. Hát Hortobágyon többet fizettünk. Olcsó román, olcsó. Na hát ez... És központi tához. Van egy, kettő, három, négy terasz. Jó nagy tere van itt. Nagy bányának, nagyon szépen van kialakítva, vannak fák is. És hát itt minden régi háznak van egy története, amit most nem mondok el, mert túl hosszú lenne. Például ott van lendvai felirat. Lendvai Márton. Na, ez meg stíroljuk közelebbre. Olvasható, hogy itt született 1807. november 11-én
Lendvai Márton. Színművész. Meg itt pedig Gheorghe Petrescu. Commandant Regiment. Első világháborús veterán. Itt van Oliver Thurman galéria. Hát sajnos nem nagyon tudunk bemenni, mert május 1, minden zárva van, teraszok nyitva vannak. Szerencsére tudtunk enni egy jót. Na, ez a környék. Szép. Szökőkút is. És jó sok biciklista van. Itt is ilyen szép kis alaksó. Ez felújítás alatt van. Olyan, mintha mini Szeben lenne. Nem hasonlít Szebenhez. Habár ott nincsenek. Nem voltunk így. Voltunk, még el kell menjünk Szebenbe. Jó volt a szökőkút itt. Ezen Lumière tábla van. Csak talán nem itt született Lumière. Szerintem Arestinek a neve. Jó hangulatos. Jó a levegő, meg vagyok lepődve. Vannak itt shopok, kávézók. The Oak. Ez elég híres, ha jól láttam. És ott van a református templom, és ott ültünk mi. Itt elől pedig az István király szálló. Egy cikket kaptam 2019-ből, azzal a címmel, hogy visszavenni értékes ingatlanát Nagybánya. Elkezdődhet az István király szálló magánkézben lévő részeinek kisajátítása. Szóval ez magánkézben volt eddig. Most nem tudok, nem vagyok benne biztos, mert nem kaptam információt róla, hogy kisajátították meg, vagy sem. De jó lenne felújítani, mert nagyon nagyon impozáns egy épület. Itt vannak még munkálatok. Nem tudom, mi lesz itt még. Ott is felújítás alatt van az az épület. Ah, hangulatos minden esetre. Arra is van valami. Persze Nagybánya leghíresebb épülete, temploma. Az ott van a hátomnál, de nem sokára elmegyünk mellette. Itt így néz ki a szálló közelebbről. Hát, mit mondjak? Nem annyira vészes, ahogy látom, új ajtókat tettek. Úgyhogy lehet, hogy elnyer te a polgármesteri hivatal. Ezt is újítják. Nincs is kilincs. Új bergeráj. Azt hiszem kiadják ilyen üzlethelyiségeknek. Hm.
kávézó, mi lehet itt? Most, most készül itt valami. Van egy bolt. Na. Milyen? Szép. Szép? Csúnya. Csúnya. Most komolyan csúnya. Itt van egy ABC. Nyitva van. Ne fényképezz engem. Erre lássuk, mi van. Hát igen, itt is ilyen régi kis házak. Piazza Pöcsi. Fűtérfesztivál is szokott lenni. Well, hello, hogy ez pornokraszt. Jaj, pornokraszt, bocsánat. Hát, mondom, hogy nem. Nem olyan nagy a főtere, úgyhogy itt már látszanak már sem új stílusú épületek. Parkolási díjak, 1 óra 5 lej. Hát, hát igen. Ez már nem annyira szép itt ez a rész. Itt van egy, megint egy drága vécé. Ez már itt nem... Nem van hanyagolva egy kicsit. Oké. Ez a bácsi beszél magába. Na. Itt van régi kommunista. Voltak, voltak. Be van zárva. Meg fodrász szalon. Ilyen volt régen az ABC. Ilyen csempékkel. Régi Coca-Cola, Fanta. Mi lehetett itt? Húsüzlet. Olyan húsüzlet feeling. Plusz meg itt van egy régi templom. És itt van a fotósom. Már ön fotósul is járni. Mi? Előkapja. Tudja a dolgát. Szóval itt van. Nézzük meg, milyen templom. Arra már nagyon nincs semmi. Van az a pasztió, ahol bocsánat. Igen, igen, az. Na, itt be lehet menni. Mások, milyen templom ez? Assisi, Szent Franciszk. Cappellino. Van egy pár pad, le lehet ülni. Nem egy pár nincs, ne? Menjünk akkor tovább. Úgy bányáról néhány gondolat. Nevét az arany is ez is bányáról kapta. Város anyagi és kulturális fejlődését egész története folyamán a bányászat határozta meg, innen is ered a magyar neve, Nagybánya, mert románumán Baia Mare, ez érthetetlen, az már nagy fürdőt jelent. Mátyás idejében a magyar királyság aranytermelésének több mint fele Nagybánya kezében volt. Mellette iparűző céhek és kereskedelem is hozzájárult ahhoz, hogy Nagybánya elismerés, elismert városközpont legyen. Nagybányai ötvösök már a 15. században országszerte ismertek voltak. Híres festőiskoláját Hólósi Simon hozta létre 1896-ban. Nagybányát amúgy festők városának is nevezik. Épp ezért gondolom én.
A Nagybányai Művésztelep, illetve Festőiskola a 20. századi modern magyar festészet talán legjelentősebb csoportosulása volt. A város híres szelíd gesztenyéiről is, különleges éghajlatának köszönhetően a Rákócziak idejében annyi gesztenye termett a város közeli erdőkben, hogy innen látták el egész Erdélyt. Amúgy meg itt épp azért, mert sok a gesztenye, szokott lenni a híres Nagybányai Gesztenye Fesztivál, ami már egy jó ideje Nagybánya város. Nagybányai városnapokká nőtte ki magát. Unatkozol? Fasz. Na, erre van a WC. Hát kb. Ennyi. Trianoni döntések egykori Máramaros vármegye fele Ukrajnához került. Viszont Szatmár keleti végeit a román Máramaroshoz csatolták, és korábbi megyeközpont Máramaros sziget helyett Nagybánya lett az új megye székhely. És akkor itt betértünk egy csendesebb utcácskába. Ott vannak még templomok. Hát most nem fogok sokat mesélni, de mondom, csendes utcácska erre meg, de besprintel itt nekem. A Google Maps elég mutatja meg, hogy hol van a McDonald's, mint a polgármester itt. Igen? Itt van két ruha, szárad. Na hát itt van két templom egymás mellett. Ez is ide betér. Ezek a deliverisek nagyon nyomják. Itt még van a színház. Mentünk el mellette. Lássuk, milyen előadások vannak. Povestia porculoi, Jonkajangel Zomenírja. Hát itt legalább van színház. Sajnos. Zilara alig jön pár társulat. És itt van a híres, Nagybánya leghíresebb nevezetessége. Fix itt mellettünk. A Szent István torony. És miért is Szent István? Azt mindjárt elmondom. Hát, vagány. Nem olyan nagy, de vagány. Itt is van egy terecske. Fel lehet menni a toronyba, csak nem tudom, ha most nyitva van. Lehet, hogy nincs nyitva. Egy lekövezett rész van, de még nem tették ki a táblácskát formációkkal. Szóval a Szent István torony az elpusztult 14. századi gótikus templom tornya. Maga a torony a Hunyadiak korában épült, Hunyadi János és Mátyás király adományaiból. És itt megzavart egy katica bogárni. Hú! Hú! Na, nézzünk ott. Hmm.
Van itt még Szent Háromság templom, evangélikus templom, Mészárosok tornya, ami a 16. században épült, ez egy kicsit arrébb van, ha jól tudom. Ortodox székesegyház, persze 20. század elején épült, a Híd utcai református templom, amit lefilmeztem az elején, Szent Antal templom, zsinagóga is van, Erzsébet ház, ahol állítólag Szilágyi Erzsébet lakott, azt még valahogy megkeressük. Híres festőiskola, Hollósi Simon hozta létre, azt erről már beszéltem. Történelmi és régészeti múzeum, azt hiszem azt filmeztük le ott a parkba, és csillagvizsgáló és planetárium, és hát ezek voltak a főbb látványosságok Nagybányán. De még járogatunk egy picit. Itt vannak a harangok, ezt nem rég csinálhatták. Pizzericas Fontu Martin. Itt vannak ilyen információs táblák. Aha. Ez az egyik templom. Fontu Martin. Aha, itt vannak valami régészeti ásatások. Kaptak valami. Aha. Na. Ja, itt vannak mi, amit kaptak. Ahogy Kolozsváron is, ott a Matyi tér körül van egy ilyen rész. Úgy látszik, hogy itt is találtak ilyen régi. Nem tudom, ha látszik. Igen, valami látszik. Itt be üvegezték. Nem tudom, ha látszik. Amerre a testét vitték, virágba borultak a mezők. Jaj. És meggondult a harang. És itt van a fotósunk, Krisztina. Már be is dől, kezd profi lenni. Látszuk, hogy mit ír azon a táblán. Szóval a Nagybányai Szent Háromság templom. Ennyit ír itt, meg ott van fent. Lássuk, hogy hogy néz ki. Nagyon szép. Na jó. Itt is vannak ilyen. Hattam valami, és mit írt, hogy Holcol Sud Estig al Nave. Nave? Ott is. Na hát így néz ki. És ez a környék. És egy szép kis parkocska. És ott van a színház. Oh.
fel lehet menni, de most mondtam, nem lehet felmenni. Május 1. Így itt van valami információ. Stephen's Tower, ott angolul ki van írva. Program 1 mai. Aha, csak 11-től 3 óráig volt nyitva. Húha, hát nem is olyan drága. Két lej csak. Két lej a belépő, hogy felmenjél. Aha, és ahogy amikor harangoznak, akkor lehet felmenni, és minden órában csak egy túra mehet fel. Aha. Ja, ezt is jó tudni. Vagány ki van alakítva szépen. Még a végén ide költözök. Leültél a retrópadokra? Uh-huh. Ja? Itt hiányzik egy mi. Uh-huh. Ezt is restaurálják. Na. Menjünk. Megyünk. Neked ne csinálják? De. Miért? Nem akarsz képen? Miért? Csúnya vagy. Kommentbe írjátok le, hogy Krisztina csúnya vagy sem. Na itt van egy... Itt is lehet menni a központhoz. Végül is ez is a központ. Na ez már copyrightos zene, úgyhogy kapcsolom ki. Újból itt a szökőkút. Itt is vannak régi házak, meg az óra. Milyen vagány. Hát gyere, csináljunk egy kicsi kört. Na mindjárt 6 óra. És ott van az RMDS a Lotto mellett. Hát tetszik, hogy itt a központi rész, hát kb. El van zárva az autók elől. Itt van a városháza. Ne. Ez a városháza. Amit keresni. Meg itt van egy kis szobor. Sajnos kicsit romott állapotban van, nincs semmi tábla, hogy ki mi, nincs írva sehol. Ja? Nincs sehol írva. Hát igen, Petőfi Sándorról is híres nagybánya, mert többször is megfordult a városba. Amúgy már majdnem mindenhol Erdélyben fordult Petőfi Sándor. Úgyhogy ez nem egy nagy dolog, de ebbe. Itt állt meg Petőfi Sándor 1844. szeptember 8-án. Ott azt írta, hogy ott van a városháza, akkor ebbe az épületbe. Városháza. Tersányi József Jenő, nagybányai író. Na, hát itt nem kevés magyar vonatkozás van, és meg is hagyták magyarul a táblákat. Nagyon helyes. RMDS
Ügyfélfogadás 9-től 18-ig, 9-től 4 óráig. Szólnak valami könnyevek. Vita Zsigmond Áprili Lajos. Itt is van. Aha. Na, mi keressük a magyar táblákat. Mert, ahogy látom, itt elég sok magyar fordult meg. Vissza kell fordulni. Mi van? Erre mi van? Semmi. Itt van egy templom. És kb. Ennyi. Mondom, hogy nagyon kicsi a főtér. Nagyon jó ötlet volt ezt a szökőkutat ide bigyeszteni. Nem? Jó ötlet volt a szökőkutat ide tenni. Vagány felfrissít itt a levegőt. Google szerint ez az Erzsébet ház. Ez egy alatt van, úgyhogy táblát se látjuk. De ha nem ez, akkor beteszem ide a képet. Állítólag Szilágyi Erzsébet lakott itt, férje, a házat építtető Ugyani János halála után. Mondom, ha nem, akkor ide beteszem a képet. Az a baj, hogy nem jártam nagyon utána, némileg tudom, hogy mi, hogy Nagybányán, de így nagyon a történelembe sose merültem bele. Pedig szerettem, de az adatokkal, évszámokkal, meg ki, hogy, s mind nevekkel úgy felejtem el, öregszem, vagy nem tudom, nem jó a memóriám. Úgyhogy inkább ilyen földrajzos vagyok. Itt van ez az udvara. Hát egy táblát csak találunk valahol. Hú, milyen jó hűvös van itt. Hunyadi János építette. Még a régi égők. Itt is valami a városházához tartozik. És itt pedig egy Audi rosszul parkolt. Itt össze van firkálva, egy kicsit el van. Na, menjünk arra most már, lássuk, mi van erre. Tyú, itt is ez, mi lesz. Hát ez se új. Várrész. De amúgy, ha jól tudom, a várost ilyen kőfallal vették körül, és csak egy pár torony maradt meg, oda, hova megyünk. Hogy hívják? Hentesek? Bástya? Igen, magyar, bástya. Nem tudom. Bástyához az még megmaradt. Többi, mint hát, lerombolták. Ez szerintem csak talán nem műemlék. Nincs semmi tábla. Ja, ez az ilyen hangulatos kis utcácska. Uh-huh. Régi házakkal. Igen, ilyen volt a klasszú utca. Ja, hát most is ilyen, nem? Ha? Hát vagány, szebb így macska kő. De kocsival idegesítő. Idegesítő, de... Hát kár, hogy baj is mind.
nyafogtán. Na is. Szép. Kijutottunk ide egy utcára, és itt van egy repülőni. Egy ilyen, hogy mondják már ez ennek a kis repülőnek. Na, felejtem el a dolgokat. És itt van a református templom. Megint harangoznak, hallod? Vannak itt ilyen rejtett kis utcácskák, csendes. Nagyon. Hát, ebben nagyon tetszik nagy bánya. Nem? Tetszik, tetszik. Szebb, mint Zilla. Hogyan látjuk Zilla, hogy is ugyanaz, hogy éppen a feleszkét? Most tettem, fel van fordulva az egész város. Meglátjuk, hogy lássuk, hogy nincs oda. Ja, igen. Történelmi múzeum. Ahol volt a ott beljebb van a kis repülő. Jó nagy, úgyhogy ide el lehet jönni. Csak most megint mondom, május 1-ben nem dolgozik senki. Még nem mondtam, hogy Nagybánya lakossága 122.000 fő, 2011-es adat, és magyar lakosság 20.000 kb. Úgyhogy olyan 10%. Arányban Zilahon több a magyar lakosság, mert ha jól tudom, 50-60 000 kb. Zilla lakosság, és 15% a magyar ság. Úgyhogy itt több a román, vagyis több a magyar, de több a népesség is. Úgyhogy egy kicsit elveszlődik. De sok a magyar vonatkozású épület. Nem gondoltam volna be valami őszintén. Pár dolgot tudtam. Ennyit, ennyi mindent, nem. De azt se tudtam, hogy a festő városának is mondták. Na, hát kb. Ennyi, Nagybánya. Még megállunk a Bástyánál, és aztán menjünk hazafele. Most megyünk a kocsihoz, mert már mindjárt megy le a nap. Na jó, nem mindjárt, már késő. Az biztos, hogy szép zöld város, és ez a központ. A központja fel van újítva. Többi része, nem tudom. Lehet, hogy az már nem olyan szép. Itt van a híd, még egyszer a templommal. Na hát ide parkoltunk a stadion mellé. Itt van a nagy park. Ez gyönyörű, ez a park. Nagyon szép. Ott meg temető van. Elő. Mint a temető lenne, nem látok odáig. Temető? Temető, ott van a temető. Ez a Hyundai szép. És a mi kocsink nem tetszik? Hát, mert nem is tudok szeretni. Miért? Miért? Hát, mert felszólok a filmemben. Hát szóljál nyugodtan. Mondjál, meséljél nyugodtan. Hát csak csinálsz? Például ilyen. Még egy Porsche. Még egy Porsche, hol? Ez a Panamera. Aha. Jaj, hát igen, ott van a temető. Na jó, teszem bele.
központtal, nem olyan messze talált, ez a bástya. Még megálltunk. És itt van a piac is. Nagy piac. Meg valami üzletek, Katerina. China Market. Bemegyünk a China Marketbe? Menjünk, vegyünk nekem. Mit? Kariókát. A... Kínai kariókát. És olyan, amire csináljunk a kedvét. Itt van, hogy mikor látogatható. Természetesen most be van zárva. És itt van egy piac, hát egy kicsit olyan elrontja itt a látképet. Nem annyira szép. Ilyen régi módi. Fedett, de olyan részlegesen fedett piac. Itt van a Bastion. Ez maradt meg, városi falból. Csak ez a része. De amúgy szépen fel van újítva. A kerítés is, kapu is. Bergen bires sörös ládikó. Na, van itt piac, azt hiszem. Jó nagy piac. Na hát ennyi. Ennyi az egész. Nem nagy valami, de... legalább van, igaz? Van nálad pénz? Nem veszünk egy kis paradicsomot? Na jól van, ennyi volt Nagybánya. Nagyon örültünk, hogy eljöttünk, szép volt minden. Kis 3 órát itt töltöttünk, vagy többet? Érdemes eljönni. Egy olyan, mondom, pár óra alatt be lehet járni. Mondjuk hétköznap érdemes, mert meg lehet látogatni a múzeumokat, meg fel lehet menni a toronyba. De most jelenleg mi nem tudtunk csak szétnézni, meg enni egy hamburgert. Gondolom itt kell bemenni. Ja, és itt van egy leírás is róla, ha jól látom. Aha. Angolul és románul. Van bent egy szobor, azt hiszem. Hát itt van angolul, el lehet olvasni. A várfal történetét. Ja, itt is van egy szép kis utca. Szépek ezek a macskaköves utak. A macskaköves uton véget ért a pénzt a bubán. Na, köszönöm szépen mindent, hogy megnéztétek. Lehet, hogy hosszú lett ez a nagybányai rész, de... hogy eljövünk-e még lehet, de inkább Szatmára még ellátogatok egyszer, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy rendezték be a központot, hogy renoválták ott a dolgokat. Na jó, köszönöm. Bye, bye. Minden jót.